Köszöntjük Önöket, ez itt a Tibiék legújabb adása. Az első századás után most következik a 101. Mai vendégünk Reszegi László, a Hajdu Press és az Alföld Televízió főszerkesztője, és hát nem utolsó sorban műsorvezetőtársam is itt van mellettem, Dombi Tibor. Szia Laci! Sziasztok Tibik! Szia Laci! Milyen az új közeg, az új adás, az új 101. adás? Szerintem szuper lesz. Én kicsit kakukktojásnak érzem magam itt, de azért készültem pár sztorival. És mi a konkrét feladatod a csatornánál? Arról mesélj már nekünk egy picit. Akkor hagyjuk a Hajdu Press, beszéljünk most az Alföld Televízióról. Ugye főszerkesztőnek hívnak engem. Én igyekszem, én felelek azért, hogy minden műsor tartalmilag megfelelő legyen. Én szoktam egyeztetni a műsorvezetőkkel, szerkesztőkkel, akár vendégekről, akár tartalmi kérdésekről. Nagyon sokat dolgozom azon, hogy a YouTube csatornánk minél jobban olyan legyen, a videók megtalálhatók legyenek, és hát mindenféle egyéb dolgokkal foglalkozom, people management, ahogy ilyen angolosan mondjam, tehát próbálok az emberekkel nem csak jól kijönni, hanem segíteni őket abban, hogy itt jó légkör legyen, meg jó hangulatú legyen a munka, illetve folyamatosan jönnek új műsorok, vannak, amelyek befejeződnek, vannak személyváltozások, szóval valójában a technikai dolgokat leszámítva igyekszem mindenben maximálisan kivenni a részem. Meg te szoktad lefújni a dolgot, hogy ez nem mehet le a műsorban, amit én szeretnék, és azt mondtad, hogy ez nem mehet, vagy az én pólomat veszed ki. Jó, tehát igen, igen, volt már ilyen, igen, igen. Te sípolod ki az adásokat, hogyha úgy van. Igen. Van olyan műsor, amire szívesen emlékszel itt a Tibiékből? Utolsó századás, vagy hát a századás? Az első század, ami az utolsó százas. Nagyon sok, szerintem nagyon sok érdekes vendégetek volt, és ugye most magamat mentegetve egy picit, ugye nem vagyok én sem sportoló, és mégis itt ülök, és azok is olyan jól sikerültek, amikor nem sportolók jöttek be beszélgetni. Akár valamilyen szinten a sportban érdekeltek, vagy a sport körül dolgozó emberek is voltak, vagy mondjuk teljesen más területről érkező, de nagyon-nagyon lelkes rajongók, itt most eszembe jutnak a tankcsapdásrácok, vagy nyilván Gangsta Zoli, akiről azért úgy, aki egy picit jártas így a médiában, mindenki vagy a bulvárban tudja, szurkoló. Így van. Meg Argentína, meg minden ezek a dolgok azért így megvannak. Szóval, hogy szerintem azok a műsorok is nagyon jók voltak, amikor nem egy ekte sportoló ült. Sőt, szerintem néha nekem legalábbis néha jobb volt, mert teljesen más aspektusból mutatott igen, rá a sportra, és igen. Nekem az érdekesebb volt, mint egy sportról, aki általában ugyanúgy gondolkodik, ahogy mi gondolkodunk igen, a sportról, igen. És nekem az érdekesebbek voltak. Igen, hát annyira meg nem is tudunk mellélülni ezzel szerintem, mert mindenki szereti a sportot. Persze. Tehát most azért valakinek, bárki hétköznapi embernek is van kötődése a sporthoz, de azért igyekszünk azért meghívni mindig olyan embereket, akik azért aktívan is szereplők a sportban. Neked Hajdunánáson volt a gyerekkorod, ott születtél, igen, és ott igen. Találkoztál már a sporttal is. Milyen igen. időszak volt ez neked? Hát Hajdunánás szerintem ebben azóta sem változott, biztos sok mindenben fejlődött. Szerintem ebben kevésbé, hogy elég zártan vagy szűken gondolkodik a sport kapcsán. Ott a kézilabdának van valamelyest sikere, meg múltja. A foci ugye az meg mindenhol van, szóval kb. Ez volt ez a két sport, amit így általános iskolában vagy középiskolában így próbálták az ember terelgetni ebbe az irányba, de engem nem lehetett egyikbe se belekergetni. Úgy, hogy egyébként nyilván a focit sokat néztem, meg mai napig is nézek kiemeltebb meccseket, öcsém kézilabdázó lett, egy nagyon ügyes kapus a városi csapatban, de jött a Space Jam, és engem a kosárlabda elvitt. És a Chicago Bulls, a pólódon is látva. Igen. Szóval, és ez volt a nagyon érdekes, hogy Hajdunánáson ennek semmi kultúrája nem volt a kosárlabdának. Egy ilyen lenézett sportág volt, szerintem kicsit még most is az. És például a testnevelő tanárok ezt így nem nézték jó szemmel, hogy miért nem állsz be a sorba, itt választási lehetőséged is van, kézi vagy foci, mit akarsz itt különcködni? És voltunk páran, akik különcködtünk, és így nem tudtunk behajolni ebbe a rendszerbe. Igen, én is falun nőttem fel, és az új tornatermek, amik akkor épültek a 80-as évek új tornatermeiben, volt kosárpalánk, de az csak ilyen, Dísznek volt, hogy, na, hogy megmutassuk, hogy igen, ez egy ilyen multifunkcionális csarnok, tehát itt nem csak focizni, meg kézilabdázni lehet, hanem kosarazni is, de kosárlabda szerintem nem is volt az iskolának.
ballagáson rá lehetett kötni ilyen virágfüzéreket. Igen, nagyon, igen, lámpákat is fel lehetett választani. Nem is kellett rá háló, mert pókháló volt a gyűrű. Igen, és hát a Space Jam-et említetted, azért abban Tapsi-Apsi is benne volt, meg Jordan is, ott is egy eléggé ilyen ellentét volt ebbe a filmbe, úgymond, és ezért volt egy kicsit figyelemfelkeltő, gondolom, ezért is maradt meg benned. Igen, ugye igazából összekötötte a gyerekkort a kamaszkorral, hogy Tapsi-Apsi, Dodó Kacsa, stb., amit az ember nézett gyerekként a tévében, én nagyon szerettem. Én is. És akkor megjelent ott Michael Jordan, és ez gyerekként egy nagyon befogadható, kifejezetten gyerekeknek készült film, vagy mozifilm, de közben meg a felnőtteknek is tök sokat ad. Tehát azért nagyon komoly dolgok vannak benne, azt, hogy meghal az apád, és ott hagyod a világ legjobb csapatát, meg te vagy a legjobb sportoló abban a sportágban, az egyik legjobban fizetett sportoló a világon, és elmész édesapád emlékéért egy olyan sportágba játszani, amiben meg nem vagy jó. És azt felismerni, hogy egyébként lehet, hogy kosárlabdában te vagy a legjobb, de az nem azt jelenti, hogy másban is az vagy. És utána ezt beismerni és visszamenni, kosarazni, az egy nagyon nagy dolog, és így felnőttként tök máshogy hat. Pár éve újra néztem, és még mindig kirázt tőle a hideg attól, a közben meg egy mese, egy mesétől. És Debrecenben mikor kerültél be? Debrecenben nagyon későn, mert én Szolnokon diplomáztam, aztán elmentem Budapestre dolgozni, így kommunikációs szakmába, és 7-8 éve költöztem Debrecenbe, de sokkal régebbi a kapcsolatom a várossal, hiszen nánási gyerekként ugye megyeszékhelyen volt, bocsánat, vármegyeszékhely. Szóval, hogy sokat bejártunk ide, főleg kosaras kártyákat venni, mert Hagyunánáson limitált volt, hogy csak a legolcsóbbakat árulták az újságárusoknál, itt pedig volt kosárlabda kártya szaküzlet a Burgundia utcán, és hát már 20 éve nincs meg. Én is gyűjtöttem, úgy megmondom őszintén, de ennyire komolyan azért nem. Hát én nagyon belementem. És Szolnokon, ahogy Szolnokot is említetted, ott is volt kosárcsapat, tehát ott azért volt, komoly kosárlabda élet, hát meg van is. Meg van is. És már akkor is, igen. Amikor ott éltem, pont 2007-ben lett bajnok az Olaj, és vonultak ott a belváros, ott egy sétáló utca, vonultak, de tényleg, ha nem is ezren, de ilyen nagyon sok százan a csapat, a stáb, a rajongók olyan zajjal voltak, hogy az is egy ilyen nagy maradandó élmény volt. Jó látni, hogy különböző városokban különböző kultúrája van ezeknek a dolgoknak. Most ugye éppen Debrecenben itt a kosárlabdának, bár nagyon jól szerepel a Deac jelenleg, valahogy a kultúrája nincs még úgy meg, és amikor itt volt nálatok Tóth Ádám, ő ezt említette is, hogy valahogy ez olyan nehezen megy, hogy itt a loki, akár a foci, akár a kézi mellé, így a kosárlabda rajongás az úgy oda visszanőjön. Talán a vadkakasok idején azért ez jobban megvolt, igen, de biztos vagyok benne, hogy ez is halad. Ez azért van, nem? Mert most, hogy így említed, és így belegondoltam, hogy a Deacnak a keretein belül van a kosárlabda, és a Deacnál nagyon sok szakosztály van. És úgy nem tud kialakulni az a fajta, mert eloszlik. A Deacnál van, aki Deac szurkoló, az egy kicsit vívóékért is szorít, a focistákért is szorít, a kosarasokért is szorít. A bridge-es. És amikor már vadkakasok volt, akkor ez egy különálló dolog volt, külön brand volt, és akkor szerintem lehet, hogy jobban az ember egy kicsit hát tud meg rajonni. Szerintem nagyon nehéz egyébként új dolgot behozni már most, azért kialakult az egész országban, különböző városokban, hogy milyen kultúra most. Szegeden is például a futball nagyon nem volt soha, a harmadik legnépesebb város az országban, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ott egy NB1-es csapat meccsein telt ház legyen mindig, tehát ez valahogy így alakult ki, vagy Veszprémben akár, tehát ilyen megyeszékhelyekben nem tudom elképzelni, hogy futball van, de mondjuk Veszprémben van kézilabda, Szegeden van kézilabda, Szolnok, Körmend, tehát olyan városokat, ott meg olyan kosárlabda kultúra van, ami szerintem itt Debrecenben sose lesz, bár próbálkozunk meg, tök jó dolog, de most úgysem lesz soha olyan, mint ott. Illetve szerintem tök nehéz, ugye nyilván most azonnal eszembe jut Szoboszlai Dominik, hogy milyen hatással van ő az egész magyar focira, meg a foci iránti rajongásra, tiszteletre. Az ő nemzetközi sikerei az mindenkit megmozgatnak, és ugye Dávid Kornél óta nem volt. Igen. Az egyetlen magyar játékos, aki eljutott az NBA-be, ami fantasztikus dolog, másrészt meg nyilván
Egyébként ő nagyon jó vendég lenne ide. Csak úgy mondom. Ő se lenne rossz. Szóval, hogy szegény Dávid Kornélnál, hogy tök szomorú, hogy ugye pont a Chicago Bulls-ba jutott el, de pont akkor, amikor lényegében minden nagy játékos onnan kihullott, edzőstől, mindenestől, talán Tony Kukocs, meg Ron igen, Harper ő volt, maradt még egy Kukocs, pici igen. ideig, de hogy ez így nem nagyon jött neki össze, meg hát ugye a Bulls az akkor ott Jordanék után az egy katasztrofális csapattá vált, és Dávid Kornél kipróbált még pár csapatot, de ugye nem sokáig tudott aktív játékos maradni, viszont nagyon örülök, hogy így megtalálta a helyét, és ugye ilyen európai játékos figyelő lett, és ugye a nemrég Milwaukee Bucks, a nemrég bajnoki címet is szerző Milwaukee Bucksnak az európai játékos megfigyelője, és ugye ő gyűrűt is kapott, hiszen stábtag, szóval csak van egy magyar, akinek van egy NBA gyűrűje. Igen. Nekem ez nagyon érdekes dolog, amiben te is vagy, hogy ilyen hobbi sportoló vagy, vagy voltál, igen. és szeretted a kosárlabdát, ugyebár nem csináltad olyan magas szinten, de mégis megmaradt ez a kosárlabda szeretete. Nálam például ez nincs meg. Nekem a foci szeretete megvan, meg imádom a futballt, de azért, mert fociztam és óriási sikereket éltem el a magam szintjén, és sikerélményeim vannak benne. De például mind a kettőtöknek, például Laci neked is, meg Tibinek is, vannak olyan sportágok, amikben meg szerelmesek vagytok. Tibi az amerikai fociba, te a kosárlabdába, úgyhogy igazából sose játszottátok. Na ez hogy van? Nekem ez egy érdekes dolog, és én ezt nem éltem át, vagy nem tudom, ez milyen. Valóban az, bár én ismerek több embert, aki hozzám hasonló, sőt nálam ez egyébként megvan a zenei oldalról is, hogy több ezer darabos zenei gyűjteményem van, zenei újságírással foglalkozom 2007 óta, dolgoztam együtt a rengeteg zenekarral, kommunikációban, vagy fotózások kapcsán, a Tankcsapdával, tizen sok éve van aktív munkakapcsolatom a mai napig, de hangszert nem nagyon veszek a kezembe, vagy ha veszek is, akkor ne legyen ott senki. Szóval nem is érdekel, hogy zenéljek, hanem megtaláltam azt az aspektusát egy adott dolognak, amiben én jól érzem magam, és szeretek ott közel lenni hozzá. És nekem ilyen a kosárlabda is. Nem mondom, hogy nem játszottam, de soha nem volt cél, hogy elinduljak egy komolyabb úton ebben, tehát hogy nem, ezt így nem. Ez lehet, hogy nyilván gyerekkori önbizalomhiány, hogy sose gondoltam, vagy ugye nem volt meg az a támogató közeg. Vagy egyszerűen nem voltál benne tehetséges annyira, hogy mondjuk... Szerintem az sem, és de hogy senki nem volt ott mögöttem, aki azt mondja, hogy ez az, gyerünk, csináld, menjél, foglalkozzál ezzel. Nem is lett volna rá lehetőség, nem voltak edzések. Ha mai gyerek lennél, akkor lehet, hát, igen, teljesen más lenne, igen. Más hát lenne. Itt a... főleg a Deac Kosárlabda Akadémia miatt, ugye hát itt óriási lehetősége van igen. egész kicsi kortól fiúknak, lányoknak egyaránt, hogy eljárjanak edzésre, és tényleg megtanulják, ugye olyan időszakról beszélünk, hogy nem... Hát a szülők is más. A szülők is teljesen mások, persze. Meg ha belegondolunk, azt nem mondom, hogy nem létezett az internet, de az én életemben nem volt a 90-es évek közepén internet, és anélkül úgy nehéz is volt. Tehát ha nincs edzés, nincs senki, aki ért hozzá, és nincs internet, olyan igen. dolgokról beszélünk, ami mai szemmel olyan fura, igen. hogy manapság bármit megtalálsz az interneten, akkor nem. Tehát, hogy annyit tudtunk Michael Jordanról, amit az öreg nézi elmondott a tévés közvetítéseken, igen. Isten nyugasztalja, ő ott ugye rengeteg tudása volt, és akkor mondott róla dolgokat, és felvetted videóra, felvettük és megnézted 20-szor, és már tudtad kívülről. Nekem is megvoltak a Bulls-nak a 90-es évek döntői, nagyon sokáig meg volt mind a hat, úgyhogy igen. ugyanígy volt a New England Patriots-szal is egyébként az amerikai futballban, meg voltak a döntők, és amiket ahol megszívták, azokat azóta sem néztem meg, tehát az, nyilván az eredményt tudtam, és ott van, hogy be volt állítva a videó, hogy majd megnézem, és egyszer sem néztem rá, és utána ki is dobtam, amikor kikaptak a döntőbe. Hát, igen, és erre rákötve, amit mondtál, hogy nem voltak meg esetleg azok a feltételek, nekem van egy másik ilyen beszélgetés műsor, és ott pont most a Balog Jani volt a vendégünk, aki Tibinek a munkatársa a DVSC-nél, a kapusedző, és ő mondta, hogy és nagyon jól megfogalmazta, hogy manapság már az akadémiákon, meg a helyeken olyan körülmények vannak, hogyha mondjuk nagyon-nagyon-nagyon nem rontasz el semmit, és tehetséges vagy, és betartod azt, amit mondanak, jó eséllyel be tudsz lépni a felnőtt csapat öltözőjébe. És valahol szerintem ez így van most, hogy olyan körülmények állnak rendelkezésre, ami a mi időnkben mondjuk nem volt, és most már tényleg csak a
sportra kell koncentrálni, és lehet, hogy például te belőled is azért nem lett kosaras, mert mondjuk nem voltak ilyen körülmények, igen, és nem tudtál, most beláthatatlan következményei lettek volna, mondjuk Tibinek ilyen körülményei vannak, hát akkor hol fogod volna? Fú, biztos nem az alfőtérbe jönnék, CNN-ben nyomatnám. Igen, és hát a te amerikai foci múltad is azért most már eléggé hosszú. Mi hány éve szereted a amerikai focit, vagy ismerted 2005-ben, tehát most 19 éve kezdtem el így nézni. Fejes Tomi, a tankcsoló dobos, a barátom hívogatott mindig, hogy nézed a meccset, mikor otthon voltam, és akkor ő már akkor volt Amerikában, sőt amerikai foci meccsen is volt, ő azért lett Pittsburgh Steelers szurkoló. És akkor oda kapcsoltam mindig, és utána azt végig is néztem mindig. És a most lesz a Super Bowl hétvégén, és emlékszem, hogy pont 18 éve, 19 éve néztük az első Super Bowl-t együtt. Tehát az volt a 2006-ban, tehát akkor 18 éve volt az első, amit úgy szervezetten együtt néztünk. A lányom, emlékszem még akkor, akkor volt 6 hónapos magzat, tehát ő már akkor az anyukája már akkor terhes volt, és ott másik szobában ott szenvedett, amikor mi ott söröztünk, és a Super Bowl-t néztük fejessel. És ez tényleg 18 év volt, és azóta ez a nagy szeret. Hát akkor majd, hogy nem a lányod születése óta datálódik ez. Igen, igen, így van. És azóta már sikerült is, sőt, ez egyik nagy célom minden évben, hogy egy minimum egy meccsre el tudjak menni. Tehát egyszer kimegyünk mindig az USA-ba, ez annak is már 13 éve, hogy sikerül kimenni decemberben egy meccsre, vagy kettőre. Úgyhogy most az a nagy célom, hogy a 32 NFL csapatnak 30 stadionon ad otthont, hisz New Yorkban és Los Angelesben két csapat van, és hogy eljussak minden stadionba, most járok 18-nál, azt hiszem, úgyhogy... Wow, úgyhogy akkor túl vagy a felén. Igen, ja. Hát de... És Super Bowl-on voltál már? Super Bowl nem voltam, de egyébként nem is nagy célom, tehát látom, egyébként maga az NFL meccs az egy óriási élmény, élőben az a tailgate party, ami előtte buli van a parkolókban, az egy fantasztikus dolog, mi is voltunk párszor, és tényleg ez ilyen felejthetetlen volt. Volt nagyon sokszor, például Buffalo-ban megcsináltuk a kaját, beviszkiztem, aztán amit csináltunk, mire visszajöttek a többiek, én mindent odaadtam másnak. De lehet vinni kaját? Nem, ez a parkolóban van, ott előtte bulik vannak, tehát mondjuk délben vannak a meccsek, vagy egy órakor, akkor oda kimennek már 9 órakor az emberek, és akkor sütnek, főznek, játszanak különböző dolgokat, zenekarok vannak, kis amatőrzenek, kipakolják a dobot, a gitárt, erősítőt, és akkor játszanak slágereket, tehát óriási élmény, összebandázol olyan emberek, de úgy, hogy ellenfél mezbe van, tehát az nem számít, tehát megjön egy lakókocsi, egy család, a fele ebbe a mezbe van, a másik. Akkor nem verik tehát össze egymást. Itt annyira nem szoktak verekedni, és annyira összebandoztunk, visszatérve a Buffalo-ba, hogy én szétoszlogattam az összes kaját, amit sütöttünk, de utána viszont jó volt, és hát az nem volt jó, a társaim ki voltak, a barátaim, hogy milyen hülye vagyok, de utána a szomszédok is adtak, úgyhogy ugyanazt éreztem, mint iskolában, hogy amit ma anyukám csinált, azt már untam, és akkor mindig elcseréltük a 10 órait, úgyhogy most is az volt, hogy elcseréltük a kaját, úgyhogy nagyon nagy élmény ez a NFL meccsnézés, Super Bowl-ra visszatérve, hogy de viszont valahogy az mégsem vonz, mert az már annyira arról szól, hogy azt tényleg mindenki ismeri, tehát mikor valaki... Túl commerce már neked. Igen, nem az, hogy... hát egyébként nagyon drága jegy is, el sem tudnék menni, mert mindig meccsünk van ilyen februárban, tehát nagyon sok oka van, amilyen nem meg, és nem is annyira vonz az, hogy elmegyek egy Super Bowl meccsre, mert az tényleg ott már tényleg most biztos, nem az a közeg van ott. Lehet, hogy nem is a legnagyobb szurkolói vannak ott a csapatnak, hanem a tehetősebbek vagy, akik tudnak csinálni egy posztot, hogy én itt vagyok a Super Bowl-on. Te voltál már NBA meccsen amúgy? Nem, sajnos nem, pedig nagy cél, nagyon nagy cél. És még válogató sem lennék, tehát hogy így kb. Bármi. Annyira jó városok ezek, hogy nagyon... Igen, azt mondják, hogy az amerikai sportélmény az más, mint az európai. Tehát én sem voltam még, tehát Tibi az azért tudna mesélni, igen, mert ő több meccsen jár. Most fel is írtam magamnak, hogy voltál Lakers Minnesota-n, kosár, Minnesota Boston NHL, Minnesota Detroit NFL, meg Kansas City Las Vegas NFL. Igen, ez most volt ez a decemberi túra. Igen, hogy a decemberi túra. NBA-s NHL meccsen is, mert szeretem a kosarat, és én a Chicago, amikor bejött a rendszerváltás után a műholdas tévék, és itt tudtunk nézni amerikai sportokat, akkor a Bulls volt valóban a trónon, és akkor szerettem meg a Chicago Bulls, azóta is nekik szurkolok, bár
ők is úgy vannak most, mint a New England Patriots az NFL-ben, hogy most tehát azóta Jordanék után lejtmenetbe kapcsolódtak, és azóta ott vannak, ott is maradtak, de nyilván a szurkolásom az ki megmarad ugyanígy. Tehát csapatot nem váltunk nyilván, és hát voltunk NBA-n is, NHL meccsen is, és tényleg nagyon nagy élmény. Tehát olyan, tehát tényleg, amit mindenki mondta, hogy showt adnak, tehát azon kívül, hogy nézed a kosárlabdát, azon kívül mindig kapkolod a fejed, hogy mit látsz. Tehát tényleg erről szól az egész, meg hát nyilván a fogyasztásról az, hogy egyél így elközben. Tehát itt ezek, azt hiszem, hogy az, hogy a showt kell csinálni, annál nagyobb, vagy biztos, tehát a sportesemény az csak egy eszköz ahhoz, hogy csináljanak egy igen, sót. Hogyha már ott vagyunk, akkor már kosarazatok is már egy kicsit. Tehát, hogy azért hazai kosármeccseken, ha van is halftime show, azért kicsit vérszegény ahhoz képest, hogy az NBA-ben milyen halftime show-k vannak. Azért láttam a tévében jó párat, hogy nem csak a lányok miatt, hogy nagyon dekoratívak, hanem úgy minden szempontból az igazi szórakoztatás, meg szinte művészeti szinten csinálják, tehát full profi. Ez tetszik benne, hogy ugyanolyan profi a szórakoztatás része, mint maga a játék. Igen. Most volt a világbajnokság, az atlétikai világbajnokság nálunk, és akkor volt a mi is, a kett, nem, mi volt a kabala figuránk a atlétika VB-n? Nem az a birka? Igen, az a racka. Racka, az jó, igen. Igen. Racka. És hát pont mi is kim voltunk az egyik napon, és akkor mondtuk, hogy fú, basszus, ez a racka, ez szerintem ez nagyon tudja, hogy működik az NHL, vagy az NBA, vagy az NFL, mert teljesen új, tök profi, nagyon-nagyon jól szórakoztatta a közönséget, és utána, én csak utána olvastam, hogy ők egyébként pont a Chicago Bulls-nál is dolgozott az egyik. Nem, persze, ezek profi kabala figurák voltak Amerikából, hárman is voltak, tehát a Rackajú ugyan egy volt, egy jelmez, de hárman is játszottak benne különböző napokon, és tényleg tök profik voltak, és nagyon nagy dolgot adtak a szurkolóknak, és azért látszik, hogy ebben profik. Nekem erről az jutott eszembe, hogy tizen pár éve egy nyáron elmentünk Győrbe, mert a Győrrel játszott a Bayern München. Igen, emlékszem volt arra a meccsen. Tök jó foci meccs. Most nem akarok hülyeséget mondani, nem is értek annyira focizni, de talán Götze ott rúgta élete első Bayernes gólját. Szerintem ez a stadionnak az avatója volt, nem? Ez még a régi stadionban volt. Ez a régibe volt valami, akkor volt bajnok. Jótékonysági csapat vagy valami. És a közös autószponzor összehozott egy ilyen bulit. Az Audi. Igen, és Barneynak hívják azt a macit, ami a Bayern Münchennek van, és én ott találkoztam először ezzel, ott is egy ilyen nagy, milyen barna maci jelmezben egy csávó, és hogy neki van külön meze, külön messzáma, ami csak az övé, nem tudom, talán a nullás, vagy valami ilyesmi, és hogy öcsém is sorba állt, hogy fotót készíthessen vele, tehát hogy kultusza van a kabala figurának, és én nem tudom, hogy mindig ugyanaz az ember van-e benne, vagy nem, de ezek szerint, amit most elmondtál, elképzelhető, hogy ez tényleg egy profi munka, hogy mindig az az ember van benne. Hát Debrecenben próbálkoztak a 90-es években kabala figurával, aztán a saját B közép megdobáltam, mert nem gondi volt. De a Campus Fesztiválnak ez a béka, ez így egészen bejött szerintem. Mondjuk sokat, az ittas emberek sokat ölelgetik, meg puszilgatják, meg ütögetik a fejét, de jól bírja a sarat ez a béka, a gyerek, nem tudom, hogy fesztiválon láttátok-e. Ez tök jó. Nekem még olyan képem is, amikor a lány mekkora volt, és kim volt a fesztiválon, és vele csinált egy képet. Apropó fesztivál, zene. Nagyon nagy szerepet játszik az életedben a zene. Szereted is, meg azért interjúkat is készítesz nagyon sokszor zenészekkel, meg együttesekkel. Milyen érzés neked az, hogy ilyen közel kerülsz azért ezekhez a zenekarokhoz? Annyira nagy zenerajongó lettem. Egyébként ez is így összefolyik, mint ahogy a tapsi-apsis gyerekmesevilágból jött a kosárlabda. Nyilván, ahogy Jordan visszavonult, így kb. Megszűnt a kosárlabda kártyárusítás Hajdúnánáson, mert az érdeklődés elmaradt, de tényleg, hát... Ez milyen érdekes. Nagyon durva, hogy milyen hatások vannak itt. És engem is levitt egy picit erről az útról, már nem érdekelt annyira a dolog, meg nyilván igazi kamasz lettem, és akkor jött a buli rock'n'roll, stb., tehát hogy nyilván beszippantott a rockzene. A tankcsapda, meg én nagy Nirvana rajongó vagyok a mai napig, szóval, hogy úgy jött egy ilyen irányváltás, és ez így leterelődött, ez a kosárlabda vonal, és a zenénél meg azt éreztem, hogy hát én zenész sem leszek, nem leszek rockzenész, nem is akartam lenni, de azt éreztem, hogy itt talán tényleg van olyan, esetleg valami olyan jellegű tudásom, vagy kvalitásom, amit hozzá tudnék tenni.
És láttam is tök hamar, hogy, egy csomó zenekarnál jól tudnak zenélni, de mondjuk a háttér folyamatokban meg, nem ügyesek, vagy nincs hozzá energiájuk. És amikor Budapestre költöztem, ott már konkrétan egy csomó ilyen szituációba kerültem, hogy segítsek megírni egy szöveget, megírni a, nem tudom, a weboldalt átnézni, reklámügynökségnél dolgoztam, ilyen online dolgokban nagyon benne voltam napra készen, social médiával sokat foglalkoztam, és így egymásnak adták a kilincset az előadók, hogy valamiben segítsek, ami nekik nem megy. És pont így kerültem egyébként a tankcsapda stábba is, hogy akkor jött be ez a Facebook mánia, ilyen 2010 körül, hogy már lement ez az IVIV dolog, és... Te azon fenn voltál? Te fenn voltál IVIV-en? Nem. De most elvezem. Most IVIV-re. És bejött ez a Facebook dolog, és az előadók nem vágták, hogy kell ezt csinálni. Nekem meg már volt benne tapasztalatom, ilyen nagyobb márkáknak már csináltam a Facebook kommunikációját, bank, meg tévécsatorna, meg csoki márka, most nyilván nem mondok konkrétumokat. És akkor így találkoztam a tankcsapdával is, hogy segítsek, mert hogy azt se tudják, hogy igen, mert egy rockzenekarnak akkor ez ilyen ciki volt, hogy Facebookon... Igen, hogy miért kell ezzel foglalkozni, igen, ez de aztán mindenki belátta, hogy muszáj, most muszáj. Hát ez ugyanúgy a népszerűsítés. Most teljes Tomi most már a TV2 vagy RTL Klub, vagy nem is tudom, hogy ki lehet-e mondani. Ő most már a Kávé Tomi, a Kincsvadász Tomi. Most már úgy hívjuk, nem a tankcsapda. De régen ez nagyon ördögtől való dolog volt, hogy egy rockzenei bemenjen a tévébe. Most meg már lehet, hogy valamilyen szinten meg kell is. Tamikám áttört ezt a határt. És egyébként, ha most szóba került Tamás, üdvözöljük, akkor pont ő nyilatkozta most nemrég, hogy le kell dönteni azt a sztereotípiát, hogy a rockstárnak csórónak kell lennie, meg igénytelennek. És ezt is le kellett dönteni, hogy a menő rockzenész behódoljon annak, hogy jó, akkor megyek a social médiára. Most ugyanezt történik a TikTokkal, hogy még azért a tökösebb, öregebb rockzenekarok még óckodnak tőle, hogy én nem akarok ott bohóckodni a TikTokon, mert ugye az nagyon videós. Azért a Facebook egyszerűbb, hogy kiteszel egy szöveget, koncertfotókat, vagy bármit. Az úgy, igen, abba úgy beleszokott mindenki. Hát meg itt is igaz az a mondás, hogy vagy megszoksz, vagy megszöksz. Tehát, igen, hogy vagy megszokod ezt a világot, és benne tudsz alkalmazkodni, és csinálod, vagy pedig nem lesz semmi, és a zenekarnak a népszerűsége. Mert a tankcsapdára sem nagyon emlékezne szerintem senki, hogyha a TikTok. Hát igen, meg ha nem követnék ezeket a trendeket, ezeket a dolgokat, mert akkor lenne egy ilyen olyan zenekar, ami nem biztos, hogy megtölt egy Phoenix csarnokot. Hát a kitartanak a fiatalokhoz nehezebben jutnának el, igen. Ha kitartanak amellett, hogy csak kazettán jelenik meg az új album, mint annó a legjobb méreg, akkor nézhetnének nagyot, mert ugye a mai fiatalok tele van már a YouTube, hogy odaadnak nekik egy ilyen kazettalejátszót, meg egy kazettát, és nézegetik, és nem tudja, hogy kell, alig jön rá, hogy fel kell nyitni, és bele kell tenni, mert hogy nem találkozott még ezzel soha. Hát nekem a fiam, meg a lányom azt se tudja, hogy még régen, amikor költöztünk, pakoltam a CD-ket, meg ilyesmi, kérdezték, hogy mi ez, apa? Hát, le se tudjuk már játszani, múltkor nem tudtam lejátszani. Igen. Tehát a számítógépben nem is tudom beletenni a CD-t. Van az a poén, hogy valaki, egy gyerek talál otthon egy floppy lemezt, emlékeztek még rá biztosan. Hogyne, persze. Mini floppy is volt, meg nagy floppy. Igen, és ez a kisebb fajta, és akkor szalad a szüleihez, hogy apa, találtam egy 3D nyomtatóval kinyomtatott mentésgombot. Mert hogy azzal az ikonnal, vagy azzal a formával csak ott találkozott a számítógépen. Igen, hát és nem sok időnk maradt, talán egy utolsó kérdésre lenne időnk. Szeretném feltenni neked azt a kérdést, bár mondjuk ezt nem beszéltük meg, hogy mi lesz a Tibiéknek a sorsa? Tehát lesz még azért adás belőlünk, vagy nem lesz adás? Hogy gondolod ezt főszerkesztőként? Egyértelmű, hogy lesz. A Tibiék folytatódik. Én nagyon hálás vagyok az első 100 részért. Ez hosszú évadok, ilyen 100 részes évadok, pedig ilyen 12 szokott lenni a menő streaming csatornákon. Igen. Szóval szuper volt az első 100. Óriási hála is köszönött Tamás Nándornak, amiért veletek volt az első 100-nál. A Tibiék folytatódik. Hát sajnos ő nem változtatta meg a nevét, úgyhogy igen. Nem lett mondtuk benne neki. Pedig én többször is, igen. Pedig ő is TT lett volna, mint te. Igen, tényleg. De nem akartál, szóval a Tibiék folytatódik. Én nagyon sok sikert, meg jó munkát kívánok nektek a következő, ez most már megvan, akkor a következő 99-hez. Köszönjük, hogy itt voltál, nagyon élveztük a beszélgetést, legalábbis én, nem tudom, Tibi, te. Én is, hát nagyon mondjak a főszerkesztőnek.
Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál. Ez volt itt a Tibiék aktuális adása Resszegi Lászlóval, a Hajdu Press és az Alföld Televízió főszerkesztőjével, Dombi Tibi műsorvezető kollégámmal, szerkesztőtársammal. Igen? Jó. Úgyhogy folytatjuk a jövő héten. Köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük a figyelmüket. Rock and roll.